Megtartották soron következő ülésüket a Moson-Magyaróvár nagytérségi hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás tanácsa, illetve a társult települési önkormányzatok. A napi rendi pontok között szerepelt többek között a közszolgáltatási szerződés módosítása, vagy a tagi kölcsönszerződés lejárati határidejének meghosszabbítása. A rendszerünk az szerintünk, meg szerintük is működőképes példaértékű, tehát az, ahogy összehoztuk a 72 települést egy döntéshozatali mechanizmusba, az, ahogy működik az egész, nem utolsó sorban maga a fizikai része is működőképes, tehát nem csak a szervezet, hanem a kezelőmű, a válogatómű és a hozzátartozó perifériák is mintaszerűen működnek. Most már beüzemelődött az a daráló is, amit utólag kellett a rendszerbe illeszteni az utolsó pályázat kapcsán, tehát a rendszer működő képes, azt tudjuk mondani. Az előző tanácskozás óta több változás is történt, főként a közszolgáltató számlázási feladatát illetően. Durván 50 szolgáltatónál voltak többek között nálunk is, megnézték a rendszerünket, hogy alkalmasak vagyunk arra, hogy számlázzunk az ő nevükbe. Erre kértek tőlünk ajánlatot, ezt mi beadtuk, gyakorlatilag most egy egyeztetés zajlik a szerződési feltételekről. Én azt gondolom, hogy ez durván egy-két hét leforgása alatt, hiszen őnekik is sürgős valamelyest, hiszen amíg nem állítunk ki számlát, addig nem folyik be hozzájuk pénz. Amíg nem folyik be hozzájuk pénz, és ugye itt lépünk be, mi addig nem tudnak nekünk pénzt adni. Ha mi nem kapunk pénzt, akkor nem tudunk szolgáltatni, de gyakorlatilag ennek van egy ilyen folyamodványa. Az első ülést követően a tagtelepülések önkormányzati képviselői tájékoztatást kaphattak a hulladékgazdálkodás átalakulásáról. Nekünk pedig van egy elképzelt díj mérték, amin még azt gondoljuk, hogy a működésünk biztosított, tehát meg a rendszerünk is egyébként alkalmas a feltételeknek hosszabb távon történő teljesítésre, de itt kell felhívni a figyelmet, hogy például a csomagolási hulladékoknál, a papírnál, üvegnél, műanyagnál, fémnél közel nem érjük el az OKHT által meghatározott értékeket. Például ez a papír 10 kg fő per év, ennek óriási konkurenciája az iskolai papírgyűjtés például, amit nem tudunk kivenni a rendszerből, ráadásul a törvény talán engedi is. Sehol sem maradhat hulladék az utcákon, ezeket a feladatokat muszáj elvégezni. Az elvárt minimális szolgáltatások közé tartozik többek között a vegyes hulladék minimum heti egyszeri, a zöld hulladék évente legalább 10-szeri, valamint a lomb hulladék évi begyűjtése is.